Jászfényszaruváros önkormányzata régóta tervezi egy új óvoda és egy bölcsöde felépítését. Idén a költségvetésben is megjelölték a két oktatási intézményre elkülönített forrást, így még ebben az esztendőben elkezdődhet az új óvoda megépítése. Ugyanaz a tervező tervezi mindkét intézményt, egy ingatlanra kerülnek a városközpontba, szervesen kapcsolódva a sárga iskolához, ahol az alsó tagozatosak vannak, és így fogjuk megvalósítani. Tehát a bölcsöde építést meg fogja előzni az óvoda építés, amihez a mostani állapotok szerint saját erőből fog neki az önkormányzat. Az óvoda egy a városközpont képéhez illeszkedő, a modern kornak megfelelő épületben lesz, ahol 8 csoport fér majd el. Ehhez a beruházáshoz egyelőre nincs pályázati forrás, így a jelenlegi tervek szerint a város önerőből fogja finanszírozni. Nagyjából bruttó 700 millió forintra becsülik az összköltségét. A gyerekeknek azt az életutat, azt a folyamatot lehet tudni biztosítani, ami egészen régóta áthatja a mi munkánkat, ami azt jelenti, hogy egészen a bölcsödétől vagy a fogantatástól az iskoláig egy olyan utat szeretnénk biztosítani a itt élő gyerekeknek, illetve az ide költöző fiatalok gyerekeinek, vagy a hazaköltöző fiatalok gyerekeinek, amely minden szempontból, tehát mind a komfort, mind pedig a nevelésük szempontjából is ki fogja elégíteni a magas igényeket, amelyeket megfogalmazunk. A bölcsöde projekt kezdete függ az új óvoda felépítésétől. A jogszabályváltozásoknak megfelelően egy 3 csoportos, 30-40 gyermek befogadására alkalmas épületet terveztek. 23-án beadtuk a pályázatot egy 250 millió forintos projektmérettel. Ebből a 250 millió forintból a közvetlen beruházási érték egy 225 millió forintra tehető. Ebből szeretnénk megvalósítani azt a bizonyos 3 csoportos, 32 gyerek ellátását biztosító bölcsödét, amit már itt Jászfényszaruváron régóta tervezgetnek. Ahogy a látványtervek is elárulják, egy impozáns külsővel rendelkező, a mai kornak minden szempontból megfelelő bölcsöde áll majd a városközpontban. Az új óvoda megépítéséhez még idén hozzákezdhet a kivitelező, a bölcsöde átadását pedig 2018-ra tervezik.